Még mindig itt vagyunk a Budapest Fashion Week-en, innen jelentkezünk a gyönyörű szép Gundel étteremből. Mellettem Hönc Lillát látjátok, aki egy új a szakmában, és idén először fogja bemutatni magát és a kollekcióját a Fashion Week-en. Szia Lilla, üdvözöllek! Üdvözlök, szülök én is! Mondj nekem egy pár szót, hogy ez milyen érzés itt szerepelni a Budapest Fashion Week-en. Ez szavakból kifejezhetetlen, tehát nem tudom olyan szavakból önteni, hogy mit érzek. Nagyon-nagyon-nagyon pozitív energiával fel vagyok töltődve, és óriási nagy megtiszteltetés számomra, és óriási nagy élmény, hogy részt vehetek. Hihetetlenül boldog vagyok. Hogyan készültél a Fashion Week-re? Nyilván a ruhák tekintetében egy új kollekciót most mutatsz meg a nagy közönség számára, de mik voltak még azok a pluszok, amikkel készültél? Mert azért ez nem egy kis volumenű show. Mivel ez az első Budapest Fashion Weekend, pontosabban ez az első divatbemutatóm az országon kívül. Aradon végeztem az egyetemet, ott részt vettem nagyon sok divatbemutatón, bemutattam a kollekcióimat, viszont ez az első nagy esemény, úgyhogy én készültem a számomra nagyon fontos a styling. Tehát egy akármilyen, egy egyszerű blues, póló, ruhácska, egyszerű, akármilyen egyszerű, egy különleges cipőkkel, különleges kiegészítőkkel, nagyon feldobható. Nagyon fontos volt számomra, hogy a stylinggal kihozzam az egész kollekcióból a 60-as éveknek az ízét. Tehát nem csak az volt a lényeg, hogy meglegyenek a ruhák, hanem mind be kellett tegyem magam a nézőnek a bőrébe. És hogy éljem át, hogy ez a ruha, mikor megtekintem, a 60-as éveket és az Andy Warholnak a stílusát árasztja-e. És talán ez volt, ebbe fektetem a legtöbb energiát. Említetted, hogy a ruháid a 60-as éveket idézik. Ez miben nyilvánul meg? Mit láthat a közönség ebből? Az erős színkontrasztok, pontosabban, hogy pontosabban fogalmazzak, Andy Warholnak a múzsája, Edie Sedgwick inspirálta, ő a fő inspiráció ennek a kollekciónak, az ő temperamentumjának színben, kromatikában próbáltam ezt kifejezni. Abban nyilvánul meg a szabás mintában, mivel hogy egyszerű alap szabás minta, viszont a színkontrasztok és a fekete-fehér, ugye piros-zöld, piros-fekete, ezek mind a 60-as évekre jellemzőek, és ez nagyon fontos számomra, hogy erős vizuális benyomást keltsen az egész. És 60-as évek azok színesség, extravagancia, úgyhogy kb. Erről szól az egész. Fazonokban van valami újdonság, vagy itt is ragaszkodtál a 60-as évekhez? A fazonban, hát nem kimondottan ez a print stílus, annyiban geometria szempontjából 60-as év, de szerintem eléggé újdonság a 60-as években ez a stílusú átformálása az alapgeometriai formáknak eléggé egyedi szerintem. A fazon, őszintén megmondom, nem nagyon érdekelnek különös képpen. Persze érdekel, mert a szakmában vagyok, de nem azt tekintem, hogy feltétlenül a fazonnal egy szinten legyen. Sokkal fontosabb számomra, hogy a ruháknak személyiségük legyen, és a divat az ugye a fazonok múlnak, a stílus az marad. Tehát ez a fontos számomra. Amit még fontosnak találok ebbe az egész kollekcióba, ami fontos megemlíteni, az, hogy minden egyes ruhadarab kézzel festett. Tehát a minták nem kinyomtatva vannak, nem digitális printel, hanem mindegyik kézzel festett. És végezetül még azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt a fogadtatása a kollekciónak, milyen volt pontosan, bocsánat. Még csak ezután következik, még nem volt bemutatva. Ez az első, ahol most debütált, tehát itt a Fashion. A kollekció itt debütált, tehát a kollekció még sehol sem jelent meg. Szuper. Akkor izgalommal várjuk, és nézzétek ti is továbbra is a Modell Press-t.